Következő néhány kísérletben vizsgáljuk meg a víz hidrosztatikai nyomását. Az első kísérlethez egy olyan üveget választottam, aminek az a jellegzetessége, hogy néhány lyuk helyezkedik el rajta. Ezek a lyukak ebben az esetben vízszintesen vannak, amiket megpróbálok befogni. Elengedem vízzel, és nézzük meg, hogy hogyan folyik ki a víz ezeken a lyukakon. Nézzük meg, hogy a három lyuk közül melyik esetében folyik ki legmesszebb a folyadék. Van egy különbség a három esetben. Azt tapasztaljuk, hogy közel azonos mértékben folyt ki a folyadék. Nézzünk egy másik kísérleti eszközt, ez szintén egy műanyag üveg, azonban ezen a lyukak nem vízszintesen, hanem függőlegesen helyezkednek el. Engedjük ebbe is vizet. Nézzük meg most, hogyan folyik ki a folyadék. Melyik az a lyuk, amitől a legmesszebb, és melyik az, amelyiknél a legrövidebb a folyadéknak az útja. Azt hiszem, hogy megállapítható, hogy a legalsó lyukból a legmészebbre, a legfelsőből pedig legkevésbé folyt ki a folyadék. A harmadik kísérletünkhöz egy olyan műanyag üveget készítettem elő, aminek az alján egy lufi van. Nézzük meg, hogy ha engedünk bele folyadékot, akkor mi történik. Körülbelül félig engedtem folyadékkal, és azt hiszem, hogy jól látszik, hogy a lufi kitüremkedett az elének az alján. Próbáljuk meg eltüntetni ezt a kitüremkedést. Az egyik lehetőség az, hogy letesszük az asztalra, és akkor nyilvánvalóan eltűnt. De próbáljuk egy kicsit leleményesebben, ehhez előkészítettem egy hengert, amiben szintén víz van. Próbáljuk meg úgy, hogy belehelyezem magát a műanyag hengert ebbe az edénybe, és megpróbálom megkeresni azt a helyzetet, amikor pont eltűnik ez a kitüremkedés. Szépen lassan, óvatosan kezdem lefelé engedni. Mind van kitüremkedés, mindig van, mindig most, és figyeljük meg, hogy melyik edényben van magasabban a folyadéknak a szintje, a műanyag edényben, vagy pedig az üveghengerben. Kicsit feljebb húzom, most megkeresem újra ezt a pontot, hogy jól meg tudjam figyelni. Azt hiszem megállapíthatjuk, hogy mind a két edényben ugyanolyan magasan van a folyadék szintje akkor, amikor eltűnik a kitüremkedés. És most próbáljuk meg értékelni ezeket a jelenségeket a táblánál. Foglaljuk össze a kísérleti tapasztalatainkat. Az első kísérletnél egy olyan üvegünk volt, amiben azonos magasságban voltak a lyukak, és azt tapasztaltuk, hogy azonos mértékben folyt ki belőle a folyadék. A második kísérleti eszközünk a lyukak különböző magasságban voltak. Ebben az esetben a legkevésbé a legfelső lyukon, a középső már egy kicsit jobban, és legjobban a legalsó lyukból folyt ki a folyadék. A harmadik kísérleti eszközünk aljára egy lufit helyeztünk, és amikor folyadékot tettünk magába az
üvegedénybe, akkor a rufi az alján kitörölkedett. Azt megpróbáltuk eltüntetni, mégpedig úgy, hogy vettünk egy edény, és ebbe belemártottunk. Mégpedig úgy, hogy az alján egyenes legyen a rufi. A kérdés az volt, hogy milyen magasságig kell lenyomnunk ahhoz, hogy ez egyenes legyen. Azt tapasztaltuk, hogy megegyezett a két edényben a folyadékszintnek a magassága. Próbáljuk meg most ezt összefoglalni. A folyadéknak súlya van, ezért a gumihártyára nyomást fejtett ki, ami ennek hatására kitüremkedett. Tehát a folyadéknak súlya van, ezért a műanyag cső alján a lufi alakot változtatott. Ez abból származott, hogy a folyadékosztok nyomást fejtett ki le. De vajon milyen mértékben? Nézzük azt a kísérleti eszközt, ahol különböző magasságban voltak a lyukak. Itt azt tapasztaltuk, hogy abban az esetben ment a legmesszebbre a folyadék, amikor legalul volt a lyuk, vagyis azt számít, hogy a folyadékosztoknak milyen a magassága. És ha azonos magasságban vannak a lyukak, akkor pedig ugyanolyan mértékben folyik a folyadék, vagyis minden irányban terjed. Köszönöm szépen a figyelmet!